Boska György és Jákob Zoltán nevében is, hiszen ők lesznek azok, akik ma közöttünk a zene nyelvén szólalnak meg, és az ő szeretteik, valamint mindazok a kedves érdeklődők, akik őket is, a zenét is kedvelik, gyülekezhetünk ma egybe. Mielőtt felcsendülnének a dallamok, hangozzék számunkra néhány útra való gondolat. Gyuri nyilatkozta így. Mivel furcsa volt számomra a trombita, nem állt a kezemre, különféle hangszerekkel próbálkoztunk, így esett a választásom végül a tenorkürtre. Volt, hogy lógtunk az órákról, de amikor elmentünk középiskolába, majd elkezdtünk dolgozni, egyszerre hiányozni kezdett a zenélés. Ádám így nyilatkozott. Én mindig izgulós voltam, most viszont azért izgulok, hogy bárcsak már ott lennénk. Várom, hogy eljöjjön a szereplés napja. Koncertre készülve című veletek készült riportot olvasva került elém ez a két nyilatkozat. Én pedig most szeretném kitágítani mindannyiunk gondolatait és kicsit tovább vezetni innen is. Hangozzék Sámuel első könyvének 16. fejezetéből egy bibliai történet. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak. Látod, Istennek egy rossz szelleme gyötör téged. De a mi Urunknak csak szólnia kell, és szolgáit készek keresni egy embert, aki ért a land pengetéshez. És ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a landot, és jobban leszel. Saul így felelt a szolgáknak. Keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud landot pengetni, és hozzátok hozzám. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta. Én láttam a Betlehemi Isai egyik fiát, aki tud landot pengetni. Derék férfi, arcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Ezért követeket küldött Saul Isaihoz ezzel az üzenettel. Küld hozzám fiadat, Dávidot, aki a juhok mellett van. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskegitát rakott, és elküldte fiával Dáviddal Saulnak. Dávid megérkezett hozzá, és megállt előtte. Ő pedig igen megszerette, és a fegyver hordozója is lett. Akkor ezt az üzenetet küldte Saul Isaihoz. Hagyj mellettem Dávidot, mert igen megkedveltem. És valahányszor megszállta Sault, Istennek ez a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezébe. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Dávid egyik zsoltár éneke pedig a 108. zsoltárból így hangzik. Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt. Mert szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Isten mozgathatja a szálakat hangszeresként, zenészként, énekesként is, és zeneélvezőként is életünkben. Neki nagyon nagy a munkaterülete, ahol bevon és szeretne használni bennünket, benneteket is. Különös megfogalmazás, de a zene egyfajta fegyver is, amit az emberek kezébe adhatunk problémáikkal, nehézségeikkel szembeni küzdelmeik. Benne értékrend tükröződhet, üzenet fogalmazódhat meg. A világ áramlata sokszor az elbutítás felé sodor, eközben még inkább szükségünk van arra, hogy egy-egy koncert, hangverseny, akár zenés állítatként is értéket, útravalót, lelki felfrissülést és megújulást nyújtson. Nem csupán hallgatóságként, hanem részesei is lehetünk, egy abban a pillanatban megszülető, létrejövő, megvalósuló zeneműnek. Ma nyugalom napján történik mindez közöttünk, itt Sárszentmiklóson. Isten a rohanásból, sokszor felszínességből, esetleg elszigetelődésből szólít ma bennünket az ő nyugalmába való bemenetelre. Ünne a hét első napjának tétánya. Kívánom, hogy az Úr Jézus Krisztussal való közösségi ünnepünkből induljunk tovább vele hétköznapjainkban is. Ehhez járul hozzám a zene nyelvén közöttünk szolgáló Ádám, György és Zoltán is. Szándékosan nem szereplés, hanem Isten kezében és jelenlétében formálódhat szolgálattá mindez életetekben, életünkben. Dávid értett a landpengetéshez,
és vele volt az Úr. Ez a két elengedhetetlen alapfeltétel, hogy szereplés szolgálattá válhasson. A tanítvány egyik jellemzője, hogy tanítható. A hangszeren lehet játszani. Lehet, hogy felcseperedve először olyan hangszerekkel kísérletezünk, amelyek nem állnak a kezünkre. Isten kezében mégis mindig alakítható, formálható vagyunk. Folyamatosan kapcsolatban vele, hogy ne vigyen tévútra sokszor saját elgondolásunk. Maradjatok, taníthatók, formálhatók az ő kezében. Dávid királlyal közösen az ő Zsoltár imádsága lehessen személyes üzenetünk is. Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ébredj lang, hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, Zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Át is adom szeretettel a szót Isten jelenlétében és az ő dicsőségére a zenenyelvén, Szumer Ádámnak, Koska Györgynek és Jákob Zoltánnak. Kérem a testvérek egybegyűltek megértését technikai szempontból, hogy egy műtét után nekem a hangversenyről most tovább kell mennem még egy kis pihenésre. Köszönöm szépen, és nagyon elbottalanul kívánok. Két olyan fiatalember hangszerjátékában gyönyörködhetünk, akik munkájuk mellett szinte töretlenül folytatták a zenélést. Azóta, hogy kikerültek az általános iskola padjából, mindig szívesen visszalátogattak egy-egy fellépés kedvéért a zeneiskola koncertjeivel. Emellett jelen voltak egyéb városi és egyházi eseményeknél is, ha módjukban áll. Az idei tavasszal, nyáron egy kis változást áll be, hiszen mindketten szükségét érezték annak, hogy többet gyakoroljanak. Gyuri új hangszert vásárolt, Ádám pedig letette a vizsgáit, és ennek a felszabadultságnak az lett a következménye, hogy sűrű hívogattak engem, illetve Facebookon sokszor írtak rá, mikor lehetne gyakorolni. Meglepő volt ez a szorgalom, pedig nem készültünk sehova. Nem volt célunk, és akkor ötlött fel bennem a gondolat, amit aztán nyár végén közöltem velük, hogy mi lenne, ha ennek a készülésnek a gyümölcseit, mint egy kosárba leraknánk ide az úrházába, hiszen tudjuk azt, hogy azok a darabok, amikkel készülünk, egy részük legalábbis ebben a közegben szólal meg szépen, a mai összeállításunkban is szép számmal akadnak egyházzenei művek is. Valamint ebben a templomban többször szolgáltak, már nem ismeretlen számukra ez a hely,
és szinte együtt mondták, hogy szeretnének Miklóson fellépni. Valahol azt is érzem, azt a kötődést is, amit egy szülőfalu adhat ezeknek a fiatal embereknek. Ősszel sok templomban díszítik fel az urasztalát, vagy az oltárát, mint egy hálaadásként, terményekkel, gyümölcsökkel, mi most, ahogy említettem az előbb, hálának szeretnénk hangot adni saját eszközeinkkel. Valahogy úgy, ahogyan Hóseás próféta könyvben olvassuk, bocsáss meg minden bűnt, és fogadj szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Kérem, hogy hallgassák őket szeretettel. Az első kis bevezetőnk Leopold Mozart, nagy Amadeus édesapjának a szerzeménye volt, amit is 8 éves fiának írt, és kottafüzet gyűjteményként adott át, és tudjuk róla Leopold Mozartról, hogy nem csak a fiát menedzselte elő teljesen Európa szerte, és oda gyerekként vitte körbe, hanem az Salzburgi zenekarnak volt a koncertmestere, tehát vezetői közé tartozott, pedagógus volt, és zeneszerző is. Hát ebből a kis gyűjteményből hallottunk egy olyan darabot, ami azt hiszem, hogy az ő hangszeréhez közel áll, ez volt azt hiszem egy kürtúzsika, de ha nem mondom meg, szerintem akkor is ki lehet találni. Második számunk Szent az Úr, az Alkotó címmel hangzik fel, ezt augusztus 20-án a város ünnepélyen volt alkalmunk bemutatni. Ez egy himnusz, méghozzá 1989-ben a Baptista világtalálkozóra készült, de magyar a szerzője Bevarka Pál, rengeteg egyházzenei művet alkotott. Ezt kórusra, zenekarra, illetve szólótrombitára írta. Megpróbáltuk visszaadni ennek a himnikus ünnepi zengésnek, fanfár zengésnek a hangját a saját szerény eszközeinkkel. Kérem, fogadják szeretettel, és annyit kérek még, hogy mi állítatlan vagyunk, a tapsot most a végére vagyunk utolsó számhoz, hogy jövőlékenyen tudjon lenni tovább a menetel a dolgoknak. Úgyhogy ez a himnusz következik. Három, illetve négy tételes szokott tenni a barokk korszakban, és
Azért is illik ebbe a válogatások bele, mert ezek a négy tételes szonáták általában a tempó szonátákat jelöltek, lassú, gyors tempóval, és ezek keretesztik tulajdonképpen korabeli istentiszteletet bevezetőt, a liturgikus események közé beékelve, akár prédikáció után, illetve záró tételként a kísérték az alkalmat. Kettő tételt hallgassunk meg most ebből a gyönyörű musikából. Születésű volt, akkor egyik nagy központja, hogy Londonban volt a királyi udvarban,
Hát ki is más következik, ha Anglia szóba jött, mint Henry Purcell, az akkori barokk világ egyik leghíresebb angol zeneszerzője. Purcellnek méltán híres darabja az Abdelazer, vagy a Mór bosszúja című tragédiához írt kísérő zenéje. Ha így kimondom, talán nem annyira ismert a első hallásra ez a darab. Annyit mondanék hozzá, hogy ennek a kísérő zenének az egyik tételét választotta egy későbbi kortársa Purcellnek, körülbelül a 20. század első felében, Benjamin Britten, hogy ezen a dallamon keresztül mutassa be fiataloknak a szimfonikus zenekar részeit. Így is hívják ezt, hogy a szimfonikus zenekar bemutatásához írt variáció Benjamin Britten-hez től, de viszont amikor felcsendült ez a muzsika, többször játszottuk és nagyon kedvelik a fiúk, akkor mindenki egy címet mondott, a jól ismert angol címet, a Becsület és Valit élet című filmnek a zenét, aminek valahogy belekerült a zenéjébe ez a kis tétel, és valahogy ez hozta meg az ismertséget. Valószínűleg, aki látta a 2005-ös filmet, talán akkor készült ez a feldolgozás, mert több is van belőle, ismerős lehet a számára, vagy az előbb említett műből is. A lényeg az, hogy a film nagyon-nagyon nagy kedvel készültek, főleg Ádám erre a darabra, és valóban, ha nem mondanám, hogy a Mór bosszújáról van benne szó, talán kiérezni magában a darabban. Így is bemutassuk. Úgyhogy egy újabb Purcell következik.